Szerintem mindenki legyen kufli. Napfényes, békés reggel volt, mint a legtöbb reggel az elhagyatott réten. Nektek is feltűnt már, hogy minden történetünk pont ugyanúgy kezdődik? Csak heverészünk itt, aztán egyszer csak történik valami. Vajon most mi fog? Na tessék! Hú, de messze laktak, kuflik! De messze laktak, kuflik! Mármint honnan messze? Annan! Mutatott a lókutya valahová a távolba. A látóhatártól mindenki messze lakik. Mi járatban vagy cimbora? Kedves kuflik! Meg vagy csak hívva! Zilveszteri jelmezmez balba. A rétkő zepére varrunk. Jelmezmezekbe gyertek. Mamma. Zene, tantz, víg, alom. Aláírás. Rétlakik, kók. Te ezt érted? Azt hiszem, szilveszteri jelmezbálba hívnak minket a rétlakik. Vagy lakók. Szilveszteri? De hiszem, mindjárt itt a nyár. Nem arog, Ficic. Inkább örül, hogy meghívtak. Köszönjük, hogy gondoltatok rá. Viszlát a bálban! De honnan szerzünk jelmezeket? Mindenki nézzen körül otthon. Hát, ha előkerül néhány. Néhány mi? Hát... Azt sosem lehet tudni. Csak tudnám, hogyan került hozzánk ennyi kacat? Értetlenkedett pofánka. Ezt hívják a kacatok titkos vándorlásán. Mindennapos dolog, bár keveset tudnak róla. Elég unalmas kacatnak lenni, ezért aztán éjszakánként a kacatok útra kelnek, hogy világot lássanak. Ha nem tudod mindezt. Annak idején évekig leveleztem egy fél pár zoknival. Ő sokat mesélt ezekről a dolgokról. Ha nem volnék kufli, biztos, hogy kacat szeretnék lenni. Igen ám, csak hogy most inkább a jelmezekkel kéne foglalkoznunk. A következőket találták. Hilda egy rozzant esernyőt, Valér három üres konzervdobozt, Zödön egy lukas gumilabdát, Titus egy öreg bőröndöt meg egy habverőt, Pofánka egy elsárgult divatlapot meg egy darab spárgát, Délabá egy horpadt tésztaszűrőt és egy doboz szöget, Fityirc meg, nos, ő nem talált mást, csak egy lila kabátgombot. És én már tudom is, mi leszek. Álmafa, mondta lelkesen Hilda. Én robot. Én meg óriás katica. Én páncélos lovag. Én rendeső pillangó. Én pedig tüskés disznó. Én azt hiszem, egy kufli leszek, aki lila gombot egyensúlyoz az orrán. De hiszen te már úgyis kufli vagy. Majd úgy teszek, mintha egy másik kufli lennék, mondta Fityirc. Mikor bealkonyodott a kuflik, elindultak a jelmezbálba. Mire odaértek, a rét közepén már javában állt a bál. Igazad,
Elegáns kuflinnal költözni egyáltalán nem könnyű dolog, nem is beszélve az egyensúlyozásról. Így van, inkább örüljünk Fityit sikerének. Úgy látom, idén nagyon menő dolog a kufli jelmez. Ekkor a zenekar belekezdett, a pattog a kufli végig a réten kezdetű vadonatú szerzeményt. Ez rólunk szól! Se nem kifli, se nem kukac, simán kufli, ezt mondogasd! Kufli, kufli, pattognak, mint egy labda, ugrálnak, mint egy bolha, színesek és csíkosak, mint egy szivárványos nyalóka. Van köztük nagy, kicsi, vékony, dagi, és olyan, aki néha csuklik, heten laknak egy kupacban, ők a kuflik! Csodálatosan éreztem magam! Lelkendezett Pofánka. Legközelebb rendezünk mi is jelmezbált, mondta Hilda. Egy olyat, ahol mindenki saját magának öltözik be. De akkor ki kapja majd az első díjat? Kérdezte Valér. Ám a kérdésre már csak hangos horkolás volt a válasz. Szorult helyzetben vagyok. Azt hiszem, mégsem volt jó ötlet Kályha csőnek öltöznem. Várj csak, segítek. Ahol a jó bogyóterem. Szép napsütéses nyár elejé délután volt. A kup, illetve nem, elnézést. Borús téli reggel volt. Nagy pelyhekben hullott a hó a rétre a szürke, pocakos felhőkből. A kupacról még elhagyatottabbnak tetszett a rét, mint máskor. Ilyenkor télen alig történik valami érdekes. Ha unatkozol, igazán elkísérhetnél jó bogyót gyűjteni? Már megint elfogyott. Mit tegyünk, ha télen mindenki azt rákcsálja? Jól van, na. Már is hozom a szánkómat. A hó vidáman ropogott, ahogy Titusz nagyokat szökkenve húzta maga után a szánt. Nem sokára egy zölden világító közlekedési lámpához értek. Látod? Már itt is vagyunk. De hogy kerül ide ez a lámpa? Hogy kerül ide bármi is? Ugye, nem jó bogyóért jöttetek. Szólalt meg ekkor valaki a lámpa tövéből. Titusz még sohasem látta az illetőt. Zöld, ilyenkor szabad szünetelni, vagy nem? Elfelejtettem sárgára állítani. Épp evédelni készültem. De ma egyébként is fejtörős nap van. Az mit jelent? Csak azt hetett jó bogyót, aki megold egy fejtörőt. Ez a mai. Tálcán sáskám táncát látván, kátrányt hány lánybárány hányt rám. Az említett lánybárányok feketék, tehát kettő. Felébe is. Akkor hát jó bogyószedést. Azzal eltűnt, mint nyúl a cilinderben. Honnan tudtad a megoldást? Ez egyike a híres, teljesen értelmetlen fejtörőknek. Bármit válaszolhattam volna rá. Még szerencsé, hogy eljöttél velem. Én biztos megpróbáltam volna megoldani. Hol van itt jó bogyó? Épp mellett állunk, mondta Pofánka, és lerázta a havat egy alacsony bokorról. Ahhoz képest, hogy elhagyatott, elég fura dolgok esnek meg ezen a réten. Na látod? Mehetnénk is. Felrakták a teli szatyrot a szára, és elindultak. A szél közben nagy kupacokba hordta a havat. Ajjaj! Vajon ebből a sok egyforma kupacból melyik a miénk? Szerintem az ott. Mikor odaértek, Titusz vállára kapta a jóbogyós szatyrot, és elkezdett felfelé mászni a kupac oldalán. Hé! Mit csinálsz? Összerontod a hóteknősünket. Elnézést, azt hittük, ez a kufli kupacunk. Hogy lehet összetéveszteni egy kupacot egy hóteknőssel? Talán mert mindkettőnek egyformán kupac alakja van. Látom, semmi érzéketek a művészethez. Titusz és Pofánka tovább mentek. Megvan, ez lesz az. Állj!
hozzá nem mer nyúlni a hógolyó gyűjteményemhez. Ne izélj, ez itt csak egy kupac. Nem kupac, hanem 5371 hógolyó. Egytől egyig én gyúrtam őket. Akkor is kupacnak látszik. Mert alcáztam őket. De nem adok belőle egyetlen egyet sem. Értitek? Ne is álmodjatok róla. Bármikor gyúrunk magunknak saját gyűjteményt, legyintett Titus, azzal fogta a szán zsinórját, és magában füstölögve tovább indult. Nem érgelődj! A hörcsögök már csak ilyenek. Ekkor egy újabb, kisebb kupachoz értek. Felmászom rá, hát ha fentről meglátom a mi kupacunkat. Nem látok semmit, olyan sűrűn hullik a hó. Ekkor váratlanul megmozdult alatt a kupac. Segítség! Miben segítsek? Te meg hogy kerülsz ide? Leültem ide, és azon töprektem, vajon mikor jöttök meg végre? Közben úgy tűnik, kicsit belepett a hó. Töprengtél? Ha nincs kézne rágcsálni való jó bogyó, előfordul. Hoztunk egy nagy szatyorral! Csak visszajövet, nem találtuk a kupacunkat. Itt van néhány lépésnyire. Gyertek! Kisvártatva Pofánka és Titus ott állt barátai között a kufli kupac tetején. Nagy volt az öröm! Miközben rágcsálni kezdtek, Titus elmesélte a többieknek az ötszemű bogyóőr teljesen értelmetlen fejtörőjét. Pompás! Igazán ideje volna, hogy rendezzünk egy teljesen értelmetlen vetélkedőt az elhagyatott réten. Ez nagyon tetszett a kufliknak. De mivel elég hideg volt már, a részletek megbeszélését másnapra halasztották. Most inkább mindenki hazament melegedni a saját kufli üregébe. A kupac elcsendesedett. A Titus szánkója körül szétdobált jóbogyó héjakat lassan belepte a hó. Tegnap hallottam egy találós kérdést, aminek fura fejű sárga kufli volt a megoldása. Odalent a fűben. Egy átlagos őszi délutánon történt. A fáradt kék égen egykedvűen sétáltak a felhők. Bla, 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 bla. Napok óta nem történik semmi, de semmi. Sóhajtotta Valér. Hetek óta... Javította ki Zödön. Lassan már az unatkozást is unja az ember. A kufli? Helyesbített Valér. Épp egy madár kezdett énekelni a közelben, de aztán meggondolta magát. Zödön nagyot sóhajtott, aminek olyan hangja volt, mintha egy szélviharral teli bőröndöt gurítottak volna le a kupac oldalán. Na csak! Szia! Minden rendben? Kérdezte Zödön. Megzavarnátok az ünnepséget! Miféle ünnepséget? A macska legyek őszi báját! Nézzétek! Pont most kezdik a körtáncot! Ezt a táncot hívják bogyós trappolósnak is. Magyarázta Béla bá. Az ünnepre minden macska légy bojt bogyót rak a fejére. Amelyiken piros bogyó van, az a macska legyek királya. Látjátok, ő vezeti a táncot. Nem is tudtam, hogy a macska legyeknek van királya. Suttogta Zödön. Azok ketten ott mit csinálnak?
Ők a strázsa legyek, vigyáznak a rendre. Valamiért nyugtalannak tűnnek. Nem csoda, egy levernyó közeledik, mondta Béla bá, és egy sárguló lepényfű csomó felé mutatott. A levernyóknak az a legnagyobb örömük, ha elronthatják mások mulatságát. És valóban, a levernyó gonosz mosollyal ajkán felfújta magát, és olyan hangot hallatott, amit leginkább egy bélbajos medve befögéséhez lehetett hasonlítani. A macska legyek azonnal abbahagyták a táncot, és undorodva befogták az orrukat. A levernyó hangjára ekkor egy megtermett kócféreg bújt elő egy bajusz bokor árnyékából. A kóc égnek meredt a hátán. Látszott, hogy nagyon mérges. Pofákat vágnak. A levernyők és a kócférgek ősi ellenségek. Ha keresztezik egymás útját, annak gyakran verekedés a vége. Ezek mindjárt egymásnak esnek. Ám ekkor a levernyő és a kócférg megtorpant. Mi csak egy nevetke? Meglátva a két verekedni készülő rondaságot, először elmosolyodott, aztán hangos nevetésre fakadt. Először a macska legyek kezdtek somolyogni, majd kacalászni, aztán hirtelen a levernyót és a kócférget is rázni kezdte a nevetés. A nevetke nevetése végzetesen ragadott. Mi ennyire mulatságos néhány fűcsomóban? Beszélünk semmi, de közelről. Erre mi is kíváncsiak vagyunk, mondta Titusz. Oda fekhetünk mellétek? Persze, csak vigyázva. Közben úgy tűnt, a nevetke kiszórakozta magát, mert felvette a szatyrát és tovább sietett. A levernyő és a kócféreg abba hagyták a hahotázást, aztán vállat vontak, és ellenkező irányban elaraszoltak a dolgukra. A macska legyek újra táncolni kezdtek, és a kuflik maradtak, hasalva a fűben. Bárki azt hihette volna, hogy csak úgy unatkoznak ott. Itt keresnek szereplőket egy fűben játszódó történethez. Attól tartok, elkéstél. A kuflik és egy... Szóval a kuflik és egy zsibbadó dudol. Minden csupa lotymánc és szipony. Úgy látszik, kiújult a makacs ugródudor zsibbadásom. Panaszolta egy őszi reggelen Béla bá, miután nagyokat szuszogva kimászott a lakó ürege ajtaján. Hát nem csoda, az én ágairól is csöpög az az undok, hideg nyirok, mondta a beszélő fatuskó. Béla bá felvette a ballonkabátját, a fülvédőjét, és kezdte húzni. Jobb
lesz, ha teszek egy rövid sétát. A mozgás mindig segít az ilyen nyavajákon. Mondta, és azzal elindult sétálni. De olyan lassan haladt, hogy azt a részt inkább átugorjuk. Béla bá, játsszunk kőpapírollót! Ha-ho, Béla bá! Nem tudjátok, hol lehet Béla bá? Sétálni ment! Ó, csak nem esett valami baja, törlelte kezét Hilda. Az is lehet, hogy eltévedt! Csopánkozott pofánka. Ez! Nyomozzuk ki, hol lehet? Szökkent fel a fűből Titusz. A kuflik rövid készülődés után sietve elindultak. Ajaj, elvesztettük a nyomot! Torpan meg hirtelen Titusz. Kit kerestek? Szólalt meg egy rótlábú haharca fejük felett. Bélabát! Válaszolta neki Titusz. Láttam őt egy peckes nyúlbogárral beszélgetni, mondta a haharc. Egy doktort keresett. Valami doktor Fú, vagy Brú. Nem emlékszem pontosan a nevére. Borzolta fel a tollait a haharc. Doktor Furdancs? Doktor Futrinka? Doktor Fukar? Doktor Fuszújka? Doktor Fuszekli? Egyik sem. Talán Furcsa. Doktor Furcsa. Talán Doktor Furcsa? Ez az! Doktor Furcsa! Doktor Furcsa. A zsibbadások és bizsergések szakértője. Itt vagyunk, mondta Titusz, és meghúzta a csengőt. Ki az? A kuflik vagyunk, és barátunkat, Béla bát keressük. Jó helyen jártok. Gyertek bele. Doktor Furcsa vagyok. Ez a rendet. És hova Béla bá? Itt vagyok. Szólalt meg Béla bá hangja az egyik szék felől. Nos, igen. A barátotok most átmenetileg egy kicsit láthatatlan. Láthatatlan? Értetlenkedtek a kuflik. Ez a teknőc tokabogyó mellékhatása. Köztudott, hogy ez az ugró dudor zsibbadás leghatásosabb ellenszere. Béla bának zsibbad az ugró dudora? Csodálkozott van. Ti miért beszélgettek úgy, mintha itt se lennék? Ne haragudj, még nem szoktuk meg, hogy láthatatlan vagy. Egyelőre nekem is elég különös érzés. Induljunk! Még haza kell érnünk, mielőtt véget ér ez a történet. Mondta ekkor Titusz. A viszontlátásra. A kuflik sietve elbúcsúztak Doktor Furcsától, és hazaindultak. Na, megtaláltátok a barátatokat? Kérdezte a drótlábú haharc, amikor a kuflik a közelébe értek. Persze, itt van velünk! Válaszolta Titusz. Nem látom. Rázta a fejét a madár. Nyugodj meg, mi sem. Mondta neki vidáman Valér. Ezek teljesen meghibbantak. Gyerekek, úgy hallom, hogy hozzás sikerrel járt. Állapította meg a beszélő fatuskó, amikor a kuflik végre letelepedtek a kupac tetején. Közben Béla bá ismét látszódni kezdett egy kicsit. Ha rám hallgatsz, nem változol vissza, te teljesen. Mondta neki Zödön. Így, bármikor túrhatod az orrodat, senki sem látja. Ezt még azért fontolóra veszem. Viszont akkor soha többé nem lehetne veled kőpapírollót játszani. Sóhajtotta szomorúan Valér. Ez igaz? Délután aztán Béla bá majdnem teljesen láthatóvá vált. Na, annak úgy örülök, hogy a zsibbadás nem tért vissza. Mégiscsak tudja a dolgát ez a doktor Furcsa. Biccentett elismerően pofánka. Azért ezen túl gyakrabban megyek ugrándozni az elhagyatott rétre. Mi meg majd? Nyomozunk utánad, kiáltotta vidáma Valé. Persze, csak is egy igazi nyomozó vezetésével.
tette hozzá jelentőségteljesen Titus. Aztán gyorsan elindult, hogy megkeresse a pipáját, amit az imént meggondolatlanul eldobott valahová. Á, gyerekek, én nem tudom. Hova furcsák lettek ezek a kuflik?